két dolog rémít meg az öregedéssel kapcsolatban. Az egyik az a kopaszodás. Mert ugye a férfiak legtöbbször a fejük tetején kezdenek el kopaszodni. Hogy ez mekkora személyiség, nem? Hogy évekig észesen veszed, hogy kopaszodsz. Hogy évek úgy mész ki az utcára, hogy fú, de kurva jól nézek ki. Az utcán megnéznek az emberek, hogy kopasz csáv, az mitől ilyen magabiztos, hogy indokolatlannak tűnik. A másik dolog, ami megrémít, még az kicsit idősebb korba szokott bekövetkezni, amikor az idős embereknek megereckedik az arcbőre, és az, hogy összes idős embernek ilyen szája van ilyen. Hogy így felszállok a buszra, aztán ott ül 10 szomor ember otthonkába, mennek a piacra, hogy ezért nem szeretek például nagymámmal jó hírt közölni, mert most elmondom neki, hogy képzeld, mama, 5-ös lett a vizsgám. Jaj, de örülök! Annyira nem látszik. Mondjuk ez inkább a nénikre jellemzőbb szerintem. A bácsiknak van más problémájuk ebben a korban. Lehet, hogy azért szoborok a nénik. Ezt nem tudom. De arra legalább van gyógyszer. Tehát azt be tudod venni. Mondjuk egy nénivel annyira nem lehet jó szexelni szerintem. Tehát... a végén megkérdez, hogy na milyen volt? Nagyon jó! És tudom, hogy döntsem el? Mondjuk, ha 69 esztek, akkor végig mosolyog. Tehát... meg legalább ő se látja, hogy te meg kopaszodsz, ugye? Úgyhogy... lehet ezért hívják 69-nek, hogy a fölötti kor fölött érdemes ezt kipróbálni.